Sziasztok! Ez a Késbarátok csatorna újabb része, ez pedig a Böker plusz Kion G10. A kést kézbe véve láthatjuk, hogy a markolat panelek azok felemásak. Az egyik oldalon egy ilyen közepesen érdes G10-es felület található, a másik oldalon pedig egy ilyen kőmosott rozsdamentes acél, ami magában foglalja a frame lockot is. Itt egy ilyen túlhajlás gátlóval. Érdekes egyébként, hogy az övklip az pedig ilyen polírozott felületet kapott, kicsit így kitűnik ebből az egészből. A kés az flipperes nyitású, illetve nyitó szemölcsel is nyitható, golyós csapágyas tengelyrendszeren nyílik. A flipper érintésére gyakorlatilag ugye villám gyorsan és határozottan. Ha jobban szemügyre vesszük a kést, akkor mielőtt még megfordítanám, ugye felsejlenek a Lucas Burnley jegyek. Egyébként ő tervezte a kést. És ha jobban szemügyre vesszük, akkor egy picit talán a Quaken vonalvezetése illik a legjobban rá. Ettől függetlenül egyébként egy más dizájn. De itt a penge hátnak ez a kis szűkítése is egyébként a Quakenből való. Flippernek a nyitó része az finoman recézett, a könnyebb nyitás segítve. Maga a penge acél az D2, ez egy szerszám acél, amely egy érdekes átmenetet képez a rozsdamentes és a szénacélok között. Ettől függetlenül a mindennapi feladatokban teljesen jó helyet áll, és hogyha az ember gondosan kezeli, akkor nem is rozsdásodik. Úgyhogy abszolút egy jól kezelhető acél, és minden mellett elég szívós, nagyon jó jeltartó és jól élezhető. Nagyjából egy ilyen 60-62 rokvales keménységgel bír. Markolatban található még egy zsinórfurat is. Elég nagy méretű, tehát akár vastagabb parakordot is könnyedén fogad. Maga a markolat az teljesen nyitott, de jól tisztítható. Abszolút. Illetve az acél részben ilyen könnyítések találhatók. Ezzel megtartva kellemes súlyt. Ja. Amit már említettem, a flipper és a golyós csapát segítségével villámgyorsan nyitható a kés. És egyébként maga a csukódás is olyan puhán működik. Ez volt a Böker plusz Kion G10. Sziasztok!